Több mint 1 milliárd forint jut idén Baranya megye területfejlesztésére. Az összeg elosztása pályázati úton történik, melyeket hamarosan kiír a Baranya megyei területfejlesztési tanács. Múlt heti ülésükön vezértéma volt a decentralizált pénzeszközök pályázati feltételeinek kidolgozása. Stúdiónk vendége dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke, aki egyben a Baranya megyei területfejlesztési tanács elnöke is, valamint Veller János, a tanácstitkára. Szeretettel köszöntöm Önöket. A korábbi kettő helyett most három pályázati alap áll a pályázók rendelkezésére, hisz belépett a vidékfejlesztési célerő irányzat. Ez tulajdonképpen milyen jellegű lehetőségeket jelent? Ez az új célerő irányzat azoknak a szervezeteknek, akik nem önkormányzati szervezetek, nem elsősorban önkormányzati szervezetek, a vállalkozásoknak, a jogi személyiségű társaságoknak nyújt lehetőséget arra, hogy a munkahelyteremtés, a modernizáció, az infrastruktúra fejlesztésnek az elméleti megalapozásához, tehát a programalkotáshoz nyújtson támogatási lehetőséget. Ennek a keretnek az összege egyébként 305,5 millió forint, ha jól emlékszem a számokra. Emellett természetesen megmaradt a másik kettő pályázati lehetőség, azok milyen alapok? Megmaradt a korábban is ismeretes területi kiegyenlítés keret, erre kimondottan önkormányzatok pályázhatnak, és elsősorban termelő infrastruktúra fejlesztéshez, beruházáshoz, felújításhoz használható fel, ugyancsak korábbi évben működött a céljellegű decentralizált keret, ez is önkormányzatoknak használható fel. Itt a lényeg az, hogy sokkal egyszerűbbek a pályázati feltételek, ez elsősorban a kis önkormányzatoknak a kisebb jellegű felújítási és fejlesztési feladatait tudja támogatni. Ez a több mint 1 milliárd forint látványos javulást eredményezhet a megyében? Ez egy nagyon jelentős tétel, miként az elmúlt évek gyakorlatában nagyon jelentős és népszerű eszköz volt az önkormányzatok és a vállalkozások számára, hogy segítse a részben a kötelező feladatok ellátását, részben pedig új munkahelyek teremtését, vállalkozások indítását. Ez egy, azt hiszem, a nagyságrendek körülbelül olyan az előbb említett vidékfejlesztési, az egy 305 ezer forint, a céljellegű decentralizált az egy 330 millió forint, és mintegy 530 millió forint pedig a területi kiegyenlítő támogatási forma. Ezek komoly tételek. Mi a tapasztalat? Többen pályáznak, mint amennyit el lehet fogadni? Hát mindig rendszeresen, lényegesen nagyobb a pályázóknak a száma. Megmaradt egyébként az idei jogszabályi feltételek között is az a lehetőség, hogy a következő év forrás kereteire is lehet döntéseket hozni a területfejlesztési tanácsnak. Úgyhogy ez a gördülő, előrefelé gördülő pályázatbefogadás tervezése segíti részben a vállalkozóknak és a pályázóknak a gondolkodását, részben pedig a tanács döntéseinek a valóra váltását. Említette, hogy egyszerűsödtek a pályázati feltételek, ez mit jelent? Ez csak a céljellegű decentralizált keretre valós a többi pályázatoknál. Némiképp egyszerűsödtek, de vannak sokkal szigorúbb feltételek. Idén először került szóba, és a kormányrendelet ezt fogja várhatóan megerősíteni, például a hiánypótlásra egyszer lesz csak alkalom. 15 napon belül kell teljesíteni a hiányzó dolgokat, amennyiben ez a pályázónak nem sikerült, akkor a tanács bírálat nélkül el fogja utasítani. Ez jogszabály kötelezettsége lesz a tanácsnak. Ilyen szempontból sokkal keményebbek, nehezebbek a feltételek. Előző évben volt arra mindig lehetőség, hogy több kísérlet alapján, egy hosszabb kísérletezés után sikerült olyan szintre felhozni egy pályázati kezdeményt, hogy tényleg pályázat legyen belőle, és támogatni lehessen. Most először kell jól dolgozni a pályázónak is, és csak így lesz reménye, hogy kedvező döntést fog kapni a tanácstól. Mikor kerülnek kiírásra a pályázatok? Talán napokon vagy heteken belül, annak függvényében, hogy mikor jelenik meg a magyar közlönyben a három támogatási formára a tételes, hiteles, szövegszerű változat, illetve az utolsó állapot. Ennek megfelelően a mi pályázati kiírás tervezetünket még egyszer ellenőrizni kell, pontosítani, ha szükséges, és ennek megfelelően megjelennek a pályázati kiírások. Ezzel a több mint 1 milliárd forinttal Magyarország más megyéihez viszonyítva milyen helyet foglalunk el? A lakosság szám alapján és a kondíciók alapján kerül ez a keret meghatározásra. Én azt hiszem, ott a középmezőben vagyunk, János, ha jól emlékszem a pozíciónkra.
A tanácsban személyi változások is történtek, hisz a két alelnök megbízatása lejárt nemrégiben. Igen, ezzel kezdtük a tanácsülését, mert a tapasztalatom szerint a legjobb a szervezeti személyi kereteket mindig tisztázni. A korábbi két alelnök, Hárs József Boly polgármestere volt a kistérségeknek a delegáltjaként. A kistérségek most Vekler Ferencet delegálták, mint kistérségi képviselőt a tanácsalelnöki pozíciójába, és a kamarákunk, a adói oldalnak a delegáltja volt Higi Gyula, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi Iparkamarának az elnöke, őt megerősítette a kamarai oldal, tehát két alelnökkel, Vekler Ferenccel és Higi Gyulával tevékenykedik a tanács a jövőben. Változás történt még a regionális fejlesztési tanácsba delegált kistérségi képviselő személyében. Korábbiakban Kovács Sándorné Sást polgármestere látta el ezt a tisztet, most Mátis János Szentlőrinc polgármesterét delegálták a kistérségek, delegálást a tanács jóváhagyólag tudomásul vette és megerősítette. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és sikeres munkát és jó pályázatokat kívánok. Köszönöm szépen.